Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Márk könyvéből. Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a Kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott. Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették, mi ez, új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Eddig szól a mai evangéliumi részlet amelyben hallhattuk, hogy Jézus megérkezik Kafarnaum városába, és ott egy szombati napon be is tér a zsinagógába, és elkezd tanítani. Nagyon jó lehet magunk elé képzelni, hogy mi is ott vagyunk ebben a zsinagógában, és hallgatjuk Jézusnak a tanítását. És ahogy elképzeljük ezt, talán az ottani hallgatósághoz hasonlóan, mi is láthatjuk Jézusban azt az erőt, ami nem egy egyszerű embernek az ereje. Ő azzal az erővel és lelkesedéssel tanított, amit ő Istentől kapott, és az isteni létéből fakadóan volt neki ez az ereje. És minden egyes szavában erő volt. A mai világban a szavak sokszor nem veszik elég komolyan a szavakat, sokszor nem igazán érezzük a szavaknak a súlyát, és gyakran nagyon könnyelműen mondunk ki dolgokat. És talán ugyanígy igaz ez az imádságainkra is. Amikor imádkozunk, és amikor Istenhez fordulunk, és egy-egy könyörgést megfogalmazunk, vagy éppen valakiért imádkozunk, valamilyen szándékért, akkor sokszor csak így egyszerűen elmondjuk az imáinkat. De hogyha ezt valóban olyan lélekkel tennénk, hogy éreznénk a benne rejlő erőt, például az egyik legfontosabb imádságunkban, a miatyánkba, amit azt hiszem, hogy nagyon gyakran imádkozunk el, amit maga Jézus tanított a tanítványoknak, és Jézus szavaiban biztos vagyok, hogy volt nagyon sok erő. És hogyha mi is ennek az erőnek a tudatában imádkoznánk, és mi is megtapasztalnánk azt, hogy mit jelent az, hogy mi a keresztségünkből fakadóan Istennek a gyermekei vagyunk, és egy nagyon különleges kapcsolatban vagyunk Istennel, és ez a kapcsolat, ez nekünk is erőt ad. A mi imádságainknak is erőt ad. És azok a szavak, amelyeket Istenhez intézünk, azoknak valóban van súlya. És hogyha ennek tudatában fordulunk Istenhez, és ennek tudatában kérünk tőle, vagy adunk neki hálát, akkor biztos vagyok benne, hogy az imádságaink is megújulnak és új erőt fognak kapni.